Több mint 10 000-en fogadták a magyar csapatot, fergeteges ünneplést rendezett a labdarúgó válogatott számára. A focisták kapjanak állami kitüntetést, ezt javasolja Jobbik Orbán Viktornak. Kopaszok támadtak civil ligetvédő aktivistákra, a Városliget egyik bontásra ítélt épület előtt. És Navracsis Tibor nem akar úgy üzengetni Kövér Lászlónak, mint ahogy a házelnök bírálta az ő brüsszeli munkáját. Jó reggelt kívánok, ez az ATV híradója 6 órakor. Több ezer ember ünnepelte a Hősök terén a magyar válogatottat, amely tegnap érkezett haza a franciaországi Európa-bajnokságról, ahol bravúros eredményt elérve a 8-döntőig jutott. A válogatott tagjai nem győzték megköszönni a szurkolóknak a bíztatást, amely nélkül szerintük nem jutott volna el idáig. Hiába volt még több mint 2 óra a válogatott érkezéséig, már délután 4-kor elkezdtek kiérkezni a szurkolók a Hősök terére. Volt olyan drukker, aki amint meghallotta, hogy fogadhatják a nemzeti csapat tagjait a Hősök terén, azonnal útnak indult, nem is akárhonnan. Szlovákiából jöttem, Párkány mellett közeli faluból, Ebed falujából jöttem, községből, amit 2:30-kor tudtam meg, hogy itt lényegében 6 órakor lesz ez a fogadás, gyors rendbehozás, és már is iparkodtam ide, hogy időbe ide érjek. A várakozás alatt arra is volt idő, hogy gyorsan kiértékeljék, miért nem sikerült legyőzni a belgákat a 8-döntőben. Szerintem elfáradtak meg a belgák azért, hát többet sprinteltek meg, na igen, az látszott, hogy elfáradtak. Volt olyan szurkoló is, aki azt kérte a többi drukkertől, hogy ne csak a nagy világversenyeken álljanak ki a nemzeti csapat mellett. Mindig ki kell állni a válogatott mellett, mert ők mindig szívvel fognak küzdeni, nem csak magukért, hanem értünk is. Ahogy telt az idő, egyre többen lettek a téren, és még a kutyák is trikolóros sálban érkeztek. A várakozás alatt felcsendültek a különböző szurkolói rigmusok is. Majd nem sokkal 7:30 után begördült a válogatott busza, óriási ováció közepette. Nem sokkal később pedig élőben csendült fel a lassan a válogatott himnuszává avanzsáló, az Éjjel soha nem érhet véget című sláger. Ezután pedig színpadra léptek az est hősei, akik nem győzték megköszönni a szurkolóknak azt a hatalmas szeretetet, amellyel elárasztották a csapatot az egész Európa bajnokság alatt. Mi meg annak külön örülünk, hogy a futballunkkal sikerült összekovácsolnunk ezt a nemzetet, és többek között ennyien, de ettől még többen voltatok az elmúlt 2 hetekben itt, és azt mondom, Magyarország a legnagyobb ország lett. A válogatott szövetségi kapitánya Bernd Stork pedig arról beszélt, a szurkolók segítsége is kellett ahhoz, hogy kvalifikálják magukat az Európa-bajnokságra. A válogatott pedig azzal hálálta meg ezt a bíztatást, hogy eljutott a legjobb 16 csapat közé. A szakember szerint ez a csapat a jövő csapata. A Hősök terén tehát hatalmas tömeg fogadta a magyar labdarúgó válogatottat, ám a családtagok már a Liszt Ferenc repülőtéren várták a csapattagjait. Gera Zoltán azt mondta, felejthetetlen élmény volt, ahogy szurkoltak a magyar csapatnak. Király Gábor szerint nagyon jól sikerült a felkészülés, a játékosok ugyanis félretettek mindent, ami ezt zavarhatta volna. Pontosan 5 órakor szállt le Ferihegyen a magyar labdarúgó válogatott repülőgépe. Az Európa-bajnokságon a legjobb 16 közébe jutott csapatot csak a családtagok és barátok várták, ám a felhajtás itt sem maradt el. A kifutópályán látványos vízsugárral köszöntötték a magyar focistákat szállító repülőgépet. A válogatott tagjai a repülőgép lépcsőjén és a kifutópályán is összeálltak egy-egy csoportképre. Ekkor már a családtagok és barátok is hangosan éltették őket. A repülőtéren Gera Zoltán és Király Gábor válaszolt az újságíró kérdéseire. A magyar válogatott rekorder kapusa Király Gábor, aki több mint 100-szor ölthette magára a címeres meszt és a szürke maszkónadrágot, a felkészülés zavartalanságát emelte ki. Pont tegnap volt 7 hete, hogy együtt voltunk,
ez viszonylag hosszú idő egy felkészülésre. Azért lehetett is látni, hogy ez azért egy másik sorozat, ez egy Európa-bajnokság. Több mérkőzés van, 4 naponta volt mérkőzés, mint fizikailag, mint szellemileg felkészülni erre a mérkőzésre. Az biztos, hogy nagyon fontos volt. A válogatott 37 éves középpályása Gera Zoltán számára a legnagyobb élményt az jelentette, hogy rengeteg magyar szurkoló biztatta a csapatot Franciaországban. Mondhatjuk, hogy jól sikerült az Európa-bajnokság, és tényleg egy húzós estén vagyunk túl, sokat utaztunk, de hát örülünk neki, hogy újra itthon vagyunk. Maradtunk volna még egy kicsit tovább, ha lehetett volna. Sajnos nem így alakult, de örülünk tényleg, hogy ilyen fogadtatásban van részünk, és reméljük, hogy ez csak a kezdet. A két labdarúgó arra egyelőre nem kívánt válaszolni, hogy szerepelnek-e még a magyar válogatottban. A szövetségi kapitány Ben Stork nagyon elégedett volt a szerepléssel. A legfontosabb célnak pedig azt nevezte, hogy a válogatott kijusson a 2018-as oroszországi világbajnokságra. Szuperlatívuszokban beszélnek a szakemberek a magyar válogatott teljesítményéről. Dárdai Pál szerint ez egy szép Európa-bajnokság volt. Dunai Antal, aki a 72-es EB-n játszott a magyar csapatban, azt mondja, a jó szereplés fellendítheti a magyar bajnokságot is. Csank János szerint pedig több játékosra is nemzetközi szerződés várhat. Mosolyogjatok már egy kicsit, mert el vagytok kókadva. Hát ez egy szép Európa-bajnokság volt, ez egy nagy élmény volt, ezt mindenkinek így kell fölfogni. Dárdai Pál a The VR videoblogger párosának elemezte a belgák elleni 8-at döntőt. Szerinte büszkének kell lennünk a csapatra, hiszen fantasztikus eredményt értek el. A volt szövetségi kapitány szerint a meccs elején lehetett érezni, hogy már nincs annyi a válogatottban, hogy tovább jusson. De 1-0 után így is több lehetőségük volt az egyenlítésre. Ez egy nagyon jó csapat volt, ez még nem a mi nívónk, tehát mi most elindultunk a magyarok egy úton, az azt jelenti, hogy a 0-ról 100-ra nem tudsz felugrani. A csoportnál csak ezt mutatták, hogy most felugrottunk, ugye biztos az elvárások nagyobbak lettek, viszont ez a realitás. Tehát ebben az ellenfélben, ebben mind támadásban, mind védekezésben egy hatalmas európai szintű sebesség van, egy felső kategóriás csapat volt. Dunai Antal, aki még ott volt abban a válogatottban, amelyik 44 éve kijutott az Európa-bajnokságra, azt mondta, nagyszerű volt látni ennyi idő után egy kontinens viadalon a nemzeti csapatot. Szerinte most az a legfontosabb, hogy ez ne csak egy fellángolás legyen, és a következő időszakban ott legyünk az összes fontos világversenyen. Jó úton haladunk, folytatni kell együtt a közönséggel, itthon a bajnokság is, most reméljük, hogy kicsit feljavul a közönség is, kicsit belelkesedik, és vannak a kupameccseink, nemzetközi mérkőzéseink, ugye a kupák, a különböző csapataink játszanak. Hát abban is remélem, hogy itt előrelépünk, és akkor fokozatosan javulunk, és ott leszünk a élmezőnybe. Csank János szerint a válogatott franciaországi teljesítményére büszke lehet az egész ország, és a szakma is. Most egy ilyen szerepléssel egyre újra beindultunk, és ez nyilván, hogy abban is meg fog mutatkozni, hogy a kisrácok többet foglalkoznak a labdával, eljönnek az edzésre, már óvodás kortól fölfelé, és akkor ott fog ragadni. És ha nem futballista lesz, akkor majd szurkoló, vezető, milliárdos, a szponzor, vagy tulajdonos, tehát az a lényeg, hogy minél többen jöjjenek. A volt szövetségi kapitány biztos benne, hogy az EB-n mutatott teljesítmény alapján több magyar játékos is el kell majd a nemzetközi piacon. Eltörölni a Jobbik a szurkolói kártyát és a vénaszkenert. Szilágyi György, a párt országgyűlési képviselője azt mondta, ezzel segítenék az embereket, hogy könnyebben mehessenek ki a foci meccsekre. A párt már be is nyújtotta a módosító javaslatot. A politikus szerint a szurkolók bebizonyították, hogy nem bűnözőként, hanem partnerként kell kezelni őket. Emellett az MLS elnökkel együtt kidolgoznának egy olyan kedvezményrendszert, amely a családokat segítené. Egyúttal azt javasolják Orbán Viktornak, hogy a focisták kapjanak állami kitüntetést. A foci ultráktól félnek azok a ligetvédő aktivisták, akik továbbra is a testükkel próbálják megakadályozni, hogy elkezdődjön Budapesten a közlekedési múzeum átépítése. A Városliget ZRT ugyanis kopasz biztonsági őrök segítségével körbe kordonozta a bontásra ítélt épület előtti területet. Fizikai atrocitás is történt, a rendőrség azonban nem avatkozott közbe. A rendőrség azóta meg is erősítette, hogy úgymond idézem, a kopaszok és a ligetvédők konfliktusát
nem rendezték másképp, mint igazoltatással és jogi felvilágosítással. Ez a jelenet vasárnap éjszaka a foci meccs után játszódott le a Városligetben, miután körbekordonozták a közlekedési múzeum körüli területet. A liget védő civil aktivisták közül ketten bemaradtak a lezárt területen, őket a kopasz biztonsági emberek próbálták jobb belátásra bírni. Így. Délelőtt már az összes aktivista kín a kerítésen kívül folytatta a tiltakozást. A ligetvédők azt mondják, nem a közlekedési múzeum bontásával van problémájuk, hanem a Városliget átszabásával. Mi a projekttel nem értünk egyet, és ezért nem hagyjuk, hogy elkezdődjenek a munkák. Az aktivisták azt mondják, bejelentett békés demonstrációt tartottak a helyszínen. A fekete ruhás biztonságiak azonban fizikailag és verbálisan is vegzálták őket. Volt itt kordonbontás, én itt helyezkedtem el, ugye feküdtem, hogy minél nagyobb területet tudjak elfoglalni, és utána rám borították a kordont. A rendőröket a ligetvédők hívták ki, hogy feljelentést tegyenek. A rendőrök azonban az éjszaka nem intézkedtek, az adataikat sem vették fel. Délelőtt a civilek újra próbálkoztak. Remélem, hogy most a rendőrség cselekedni fog, és a bűncselekmény feljelentést, vagy a gyanújának a feljelentését meg tudjuk tenni, mert igazából azóta ezt várjuk. A rendőrséget híradónk is kereste, hogy megtudjuk, történt-e bármiféle intézkedés, és ha nem, miért nem, de adásunkig nem kaptunk választ. Nyilatkozhat valaki önök közül? A biztonságiaktól is szerettük volna megtudni, hogy közülük nyilatkozik-e bárki, a siker mérsékeltnek mondható. Egy igen, vagy egy nemet kaphatok? A kigyúrt biztonságiakat a Városliget ZRT küldte a helyszínre, mert szerintük így biztosítható megfelelően és biztonságosan a múzeum bontása. A fekete pólósok azonban nem a Városliget ZRT alkalmazottai, őket a műszaki vezető szerint a költöztetést végző cég diszponálta. Sági Attila híradónknak azt mondta, nem tud arról, hogy az éjjel történt volna bármilyen atrocitás. Ami atrocitás történt, az annyi, hogy pont a tiltakozók rongálták meg a kerítést, illetőleg ennek egy darabját még egy rendőr autóhoz is sikerült hozzávágni. A cég, akit itt a szállítmányozók, bontók megbíztak, professzionálisan állt helyet, és senkivel semmilyen fajta fizikai erőszakot nem alkalmazott. A Párbeszéd Magyarországért társelnöke szerint a közlekedési múzeum előtt történtek jól példázzák, hogyan képzeli a kormány a Liget Budapest projektről szóló egyeztetést. Náluk az a társadalmi egyeztetés, amikor kigyúrt fekete pólós embereket küldenek, hogy az éjleple alatt engedély bemutatása nélkül lekerítsenek egy nagy közterületet, és a tiltakozó fiatalokkal a hatalom erejével lépjenek fel. A ligetvédők azt mondják, a helyszínen maradnak, hogy megakadályozzák a munkálatok megkezdését. A Városliget ZRT-nél azonban úgy látják, a civilek már megnyerték a csatát, hiszen az útban lévő fákat nem kivágják, hanem átültetik majd. Meghalt Bud Spencer, minden idők egyik legismertebb olasz színésze. Halálhírét fia jelentette be. Azt mondta, a édesapja nem szenvedett, csendesen ment el tegnap kora este. Halála előtt az volt az utolsó szava családjához, hogy köszönöm. Bud Spencer, eredeti nevén Carlo Pedersoli úszóként kezdte pályáját. Később az olasz vízilabda válogatott tagjaként még a Helsinki olimpián is játszott. Filmes karrierjét 1967-ben kezdte, miután felhagyott az élsporttal. 77 filmben játszott. A legismertebbek ezek közül Terence Hill-el közös filmjei és a Piedone sorozat. Egészségi állapota 2 éve romlott meg, 86 éves volt. Nem lesz második népszavazás az Unióból való kilépésről, ezt üzente David Cameron, brit kormányfő. Közben a brit pénzügyminiszter hiába próbálta nyugtatni a piacokat, több mint 30 éves mélypontra süllyedt a font árfolyama. A piacokat továbbra is nyugtalanítja, hogy a britek megszavazták a kilépést az Unióból. A font árfolyama esett, és zuhantak a részvényindexek is a tőzsdéken a hétfői nyitáskor. Igaz, vannak, akik szerint a nehezén már túl vagyunk. A piacok lassan lenyugszanak. Most már a nagy kérdés az, hogy Nagy-Britannia hogyan lép ki az Unióból, mondta egy elemző a frankfurti tőzsdén. Hasonlóan optimista hangot ütött meg a kilépési kampány frontembere is, aki a brit miniszterelnöki poszt legnagyobb várományosa. Egyértelmű, hogy nem kell válságköltségvetést hozni, a nyugdíjmegtakarítások biztonságban vannak, jelentette ki Boris Johnson, aki a Nagy-Britanniában élő uniós polgárokat is igyekezett megnyugtatni. Mint mondta, semmiképp nem csorbulnak a jogaik a brit kilépés után sem.
Most először ült össze a brit kormány azóta, hogy a britek az unióból történő távozás mellett döntöttek múlt csütörtökön. David Cameron miniszterelnököt egyre többen sürgetik, hogy minél hamarabb nyújtsa be Brüsszelben a kilépési kérvényt. A brit kilépés következményeiről tárgyaltak a visegrádi négyek külügyminiszterei, német és francia kollégájukkal Prágában. Szijjártó Péter szerint nem a briteket kell felelőssé tenni a Brexitért, hanem az uniónak kell változtatnia. Amíg nem vagyunk azzal tisztában, hogy az Európai Uniós tagállamok valójában mit is akarnak majd elérni a kilépési tárgyalások végén, addig nem szabad sürgetni a tárgyalások megkezdését. A német kancellár egyértelmű ütemezést kért Londontól. Én se nem fékezem, se nem gyorsítom a kiválási folyamatot, hanem inkább az érdekel, hogyan fogjuk a gyakorlatban megvalósítani, mihelyt a kérelem megérkezik, mondta a kancellár. Angela Merkel a keddi uniós csúcs előtt rendkívüli tanácskozásra hívta Berlinbe a francia elnököt, az olasz kormányfőt és az európai tanács elnökét is. A két legnagyobb uniós tagország vezetője, Merkel és Holland korábban bejelentette, már egyetértésre jutottak abban, hogyan kezeljék a brit kilépést. Navracsics Tibor nem akar úgy üzengetni Kövér Lászlónak, mint ahogy a házelnök bírálja az ő brüsszeli munkáját. Kövér László korábban azt mondta, a Magyar Uniós biztost megfertőzte a brüsszeli levegő, amikor azt állította, nincs kötelező betelepítési kvóta, és hogy az Európai Bizottság nem zsarolja Magyarországot. Kövér László szerint Navracsicsnak fel kellene emelni a szavát Brüsszel úgymond erőszakos politikája ellen. Navracsics Tibor viszont híradónknak azt mondta, ő egyaránt szereti a brüsszeli és a magyar levegőt is. Kövér László szerint ön megfertőzte Brüsszel levegője. Mit szól a házelnöknek ezen szavaihoz? Ugye ő itt a kvóta népszavazással kapcsolatban a menekültügyben tett nyilatkozataira utalt. Én a bizottság hivatalos álláspontját tolmácsoltam, mint a bizottság tagja, és én nem szeretném kommentálni Kövér László megjegyzéseit. Ön szereti Brüsszel levegőjét? Van, amikor szeretem, hanem nagyon szennyezett. És a hazait? Azt meg még jobban. A Klassz FM új tulajdonosa vette meg az Indexet, tudta meg az Origo. A portál úgy értesült, az amerikai üzletember már a múlt héten megvásárolta az Index.hu kiadóját, az ügylet hátterében pedig Simicska Lajost sejtik. Az Origo szerint ezt támasztják alá azok a korábbi sajtóhírek is, miszerint opciós szerződések révén Simicskához kerülhet a Spéder Zoltán tulajdonában lévő hírportál. A Magyar Nemzet a múlt héten írta meg, hogy egy zárt körű vezetői értekezleten Simicska Lajos kijelentette, nem engedhető meg az, hogy az ország egyik vezető internetes médiája az Orbán-Habony páros irányítása alá kerüljön. Nem lesz rövidebb a nyári szünet a következő tanévben. A közlönyben megjelent miniszteri rendelet szerint a tanítás szeptember 1-én csütörtökön kezdődik és 2017. június 15-ig tart. Az őszi szünet mindössze 3 napos lesz, november 2-től 4-ig. A téli vakáció pedig december 22-től január 2-ig tart majd. Jövőre április közepén lesz húsvét, így a tavaszi szünet április 13-án kezdődik és 18-án ér véget. Részt vennének a budapesti városnézőpiac újrafelosztásában azok a turista buszvállalkozások, amelyektől a főváros jövő januártól elvenné az engedélyüket. Jelenleg 4 cég szervez speciális buszos túrákat Budapesten. A fővárosi közgyűlés azonban hosszú távra egyetlen cég kezébe adná a Hop-on-Hop-off buszok üzemeltetését. Prospektusokkal ingyen térképpel invitálják az utasszervezők a főváros nevezetességeire kíváncsi külföldieket. A Hop-on-Hop-off buszokat 4 társaság üzemelteti. Június elején azonban a fővárosi közgyűlés fideszes többsége zárt ülésen úgy határozott, hogy 20 évre egyetlen társaság kapná koncesszióba a városnéző buszok üzemeltetését. A jelenlegi vállalkozások konzultációt szeretnének az új pályázat előtt. Az, hogy meghatároznák a járatok számát, tehát a résztvevő járművek számát, azt is elfogadjuk, tudomásul vesszük, csak azt nem szeretnénk, hogy egy társaság végezhesse a jövőben ezt a tevékenységet. Toldi Anna Mária elismerte, hogy lehetnének környezetkímélőbbek is az utcán futó buszok. Úgy fogalmazott, a vállalkozások igyekeztek karban tartani a járműveket, de nem tervezhettek hosszú távra. Ugyanis a főváros legfeljebb 1 évre adta meg a járatengedélyt. Megkérdeztük volna a főpolgármesteri hivatalt, hogy lesz-e kapcsolat a nemrégiben megszületett nemzeti busstratégia és a főváros majdani turista járatai között. A főváros azonban elzárkózott a nyilatkozattól.
mi próbáltuk körbejárni ezt a témát, és nincsen olyan buszgyártó cég, amelyik akár egy-két éven belül el tudna kezdeni olyan autóbuszok, gyártását, amely városnézésre alkalmas. Toldi Anna Mária nyilvánvalóvá tette, ha jövő évtől csak egy cég dolgozhat ezen a területen, sok ember elveszíti majd az állását a jelenlegi cégeknél. És eddig a híradó, de már is kezdődik a világhíradó. Várom vissza Önöket.